Na, megyünk tovább. Keleti Artúr, kiberbiztonsági szakértő a vendégem, aki az Informatikai Biztonság Napja alapítója. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát képzelje el, hogy itt a kollégáinkkal egy csomó hírt szoktunk amúgy mindig olvasni, de rábukkantunk egy csomó hírre, és gondoltuk, hogy akkor ezeket tisztázzuk. Ugye mennyire gyanútlan az okostelefon felhasználója a mai világban, legalábbis szerintem a többségre az jellemző, ugye megtetszik egy-egy applikáció, mert milyen sok szolgáltatást tud nyújtani, tudunk képeket szerkeszteni, vagy amit ugye Mártival az adásunkén említettünk, hogy ilyen rövid videókat tud az ember ráénekelni, mondjuk zenékre, vagy akár táncolni. Ez az egész világ megeszi tulajdonképpen, majd aztán kiderül róla, hogy egy csomó adatot nyernek tőlünk, vagy elvesznek tőlünk, vagy egy csomó adatot megismernek rólunk. Milyen adatokra kíváncsiak alapvetően? Hát először is ugye mindenkit üdvözlünk az adatkereskedelem világában. Igen, ez ma egy fantasztikus terület. Egy-egy emberről akár 10-20-30 ezer paramétert is képesek tárolni és ezzel kereskedni. Ez egy jó biznisz. Ma Facebook csinál belőle 70 milliárd dollárt. Tehát azt gondolom, hogy akármilyen adatról szó lehet itt, amit később el lehet adni, ami hasznosítható az adatbrókerekkel az egymás közti kapcsolatban, vagy ami az adott cégnek közvetlenül jó. Na, akkor majd mindjárt beszéljünk arról, hogy az adatbrókerek tulajdonképpen milyen adatokat szeretnének megszerezni, de ugye amikor most visszakanyarodva egy-egy applikáció, az mind a ketten találkozunk, sőt, hát mindannyian találkozunk ugye azzal a kérdéssel, amikor letöltünk egy applikációt, hogy engedélyezi-e, hogy az applikáció hozzáférjen a telefonja kamerájához. Igen. Engedélyezi, hogy hozzáférjen a mikrofonjához. Igen. A fényképeihez, stb. Ezek már tulajdonképpen olyan engedélyek, ami engedélyünkkel, nem? Persze, sokan ezt egy ilyen ablak eltüntetős játéknak tartják, tehát hogy jön egy alkalmazás, mindenféle engedélyeket, és mondom, hogy igen. Az egy másik kérdés, hogy felmerül néhány alkalmazásnál, itt is ugye beszélgettünk a TikTokról, és ez majd nyilván szóba is fog kerülni, ahol azért az is megkérdőjeleződik, hogy vajon az adatgyűjtés az mindig legális volt, tehát hogy mindig engedélyt kértek hozzá, vagy nem. Bizonyos alkalmazások, bizonyos telefonok, bizonyos szolgáltatások esetén esetleg az alkalmazás úgy is szerezhet információt rólunk, hogy amihez mi nem adtunk engedélyt, vagy amihez adtunk engedélyt úgy használja föl, amit mi nem szeretnénk. Mit csinált a TikTok, ami nagyon népszerű alkalmazás applikációvá vált, mert ugye a háttérben, vagy nem háttérben, de ami figyelemfelkeltő volt, vagy figyelemfelkeltő lehet sokak számára, hogy már maga Trump is azt mondta, hogy minden, ami ez a TikToknak van köze, azt úgy, hogy van, be kell tiltani. Az, hogy mit csinált pontosan a TikTok azért, hogy most éppen megpróbálják kitiltani, annak nem biztos, hogy köze van ahhoz, hogy miért tiltották ki. Vagy miért akarja Trump kitiltani. Ugye itt van egy olyan erős szál, hogy az amerikai adatgyűjtő és forgalmazó cégekre nagyon komolyan ráúszott a TikTok. Tehát méretben most már 1,5 milliárd letöltés, több 100 millió felhasználó, az USA-ban kb. 80 millió felhasználója lehet. Tehát valószínűleg itt volt az ideje annak, hogy valamit csináljon az Amerikai Egyesült Államok. Kína most éppen ezért kritizálja ezt a döntést, azt mondja, hogy hát ez nem volt szép, hogy az állam beavatkozik ezekbe a dolgokban, de hát éppen Kína mondja ezt ugye, ahol az állam közvetlenül irányít egy csomó ilyen dolgot. Például azt mondják, hogy a Bidensnek a saját irodájában ez a cég, aki TikToknak a tulajdonosa, például a rendőrségnek külön szobája van. Tehát én azt gondolom, hogy azért azt érdemes végig gondolni, hogy vajon tényleg milyen adatot gyűjthet ez a cég, mit kezd ezekkel az adatokkal, és ez valóban nemzetbiztonsági kockázat. És természetesen az USA-nak az az érdeke, gazdasági érdeke is, hogy a saját állampolgárairól mondjuk ne gyűjtsenek ilyen adatot, és akkor még van egy csavar rajta, hogy Trump nagyon jól tudja, 2016-ban gyakorlatilag így lett elnök, hogy milyen hatalmas ereje van a közösségi médiának, hogyha elindul egy kampány például ellene, mostanság, amerikai elnök választások lesznek, abból komoly gond lehet. Na jó, de visszakanyarodva akkor az előző gondolatára, az az adatbrókerek mondjuk mikre kíváncsi, milyen adatokat szeretnének megnyerni, mondjuk akár egy TikTok esetében, vagy más applikáció esetében az ember békésen ráénekel ilyen idióta videókra, meg nem tudom én, akkor most tényleg őszintén mi történik? Mert azt olvastam én is, hogy anélkül látnák ugye a tulajdonosok a mi adatainkat, hogy hozzájárulnánk-e mondjuk a hely meghatározáshoz. Na és akkor mi van, hogyha hol van a telefonunk? Vagy ez annyira fontos adat?
Hát ugye az egyes személyeknek attól függ, hogy milyen helyzetben vannak, úgy lesz fontos. Ugye az, hogy ha én mondjuk azt mondtam a feleségemnek, hogy bevásárolni megyek, de helyett önökhöz jöttem, akkor ott azért nyilván, de magyarán... Vagy abban van jelentősége, hogy ahol az ember tartózkodik, oda ugranak föl majd azok a hirdetések, ahol éppen az ember tartózkodik. Ez a lényeg. Ez a lényeg. Tehát az a lényeg, hogy ebben az adatkereskedelmi világban mindenkinek ér az adata kemény dollárokat. Ugye itt felhasználók 100 millióiról van szó, és ezeket az adatokat később sok mindenre föl lehet használni. Arra is föl lehet használni, hogy célzott politikai üzeneteket juttassunk el számukra, arra is föl lehet használni, hogy kihasználjuk azt, hogy tudjuk, hogy ki hova megy és mit csinál. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sokféleképpen lehet rosszra felhasználni az adatokat, nem véletlen, hogy az Európai Unióban mi ezt komolyabban szabályozunk. Azt mondta egyszer, vagy lehet, hogy éppen ezt a szerkesztőinknek említette tegnap, amikor ugye szerveztük ezt a beszélgetést, hogy az új olaj vagy az új arany, ez tulajdonképpen az adat. Így van. Tehát hogyha a világ legnagyobb cégei, a legnagyobb brandjei ma dollár 100 milliárdokat csinálnak, csak abból, hogy adatot gyűjtenek és ezt eladják marketing célokra, ezt kimondhatjuk, sőt, azt is mondhatjuk, hogy tulajdonképpen adatbányászás van, tehát azok ugye vannak az adatbrókerek, akik cserélgetik az adatokat, és van, aki hozzájut közvetlen forrásba. A TikTok is ilyen, ez egy adatbánya. Magyarán érdemes adatbányába fektetni. Mit tudnak alapvetően rólunk? Oké, hol tartózkodunk? Nem csak lokációs adatok vannak, hanem olyan adatok is lehetnek, amik a személyes térben vannak, mondjuk az, hogy kikkel vagyunk kapcsolatban, milyen típusú kapcsolatban vagyunk. Például az egyik közösségi portál pár évvel ezelőtt egy olyan szabványt adott be, vagy egy olyan szabadalmat adott be, amivel megállapíthatja azt, hogy kivel élünk együtt, anélkül, hogy ezt elárulnánk neki. Mert ugye jól meg tudja mondani, mert ugyanaz a két ember, vagy nem tudom, valamennyi az hazamegy, mindig egy helyen van, este, nem tudom, ennyi időtől ennyi időig, és utána elmegy valahova. Sőt, a New York Times-nak nemrég volt egy nagyon érdekes cikke, ahol a metaadatokat vették elő, egy pár évvel ezelőtti metaadatokat, amik nem konkrétan az adott információ, hogy tudom én, milyen fénykép készült, hanem az mondjuk, hogy hova mozogtam egy adott térben, és a teljesen anonim adatokból konkrétan tudtak azonosítani bírókat, rendőröket, név szerint. Egyszerűen tudták, hogy itt kell föl, ide megy, itt van eddig, aztán oda megy, tehát ő az, aki. Magyarán ilyen adatokból is össze lehet rakni azt, hogy mi hogy élünk, mit csinálunk, kivel töltjük az időnket, és a többi. Csak egy gyors választ várnék öntől. Van a szankcióknak bármilyen hatása? Azért kérdezem ezt, mert olvastuk, hogy 500 milliárd dolláros büntetést kapott például az Instagram. Mármint adatkezeléssel kapcsolatban. Abszolút van visszafogó hatása, ez teljesen természetes, de azt hiszem, hogy ebben a hatalmas nagy játékban hosszú távon ezek a cégek nyernek, nem mi feltétlenül. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm.